Az ötödendal feles képviseletében egy cifra ügyvédül becsatolta az ellenkérelmet, ezt megkapták? Tegnap este fél hétkor küldtek el, úgy tudom, én ma reggel vettem kész az e-mailt. És a mai napon pedig faxon eltűnt a másodtalma negyedrendű alperesnek az érdemi ellenkérelmét, amelyet egy-egy példányát készítesíti önöknek a szállításon. Mi egy kicsit csalódtunk, mert mi abban reménykedtünk, hogy a bírónő ítéletet fog hozni ma. Ennek azonban bizonyos akadályai merültek föl, tekintettel arra, hogy az első, második, harmadik, negyedik és ötödrendű alperes, azok ma reggel adtak beadványokat a bíróságnak írásban, amelyekre a bírónő sem elolvasni nem tudta őket, sem nem tudott érdemben reagálni rájuk. Ugyanúgy nem tudtunk mi, mint a felperes sem érdemben reagálni. Úgyhogy a bírónő a maga szempontjából teljesen logikus módon elhalasztotta a döntéshozatalt. Amíg ez így van, és nem vetjük alá magunkat valamilyen nemzeti pszichoanalízisnek, vagy nem cselekszünk végre racionálisan, zsigeri ösztöneinket kikapcsolva, azaz nem tanítjuk a cigány és nem cigány gyerekeket együtt, és hogy kiskorban, amikor még lehet, legyőzzük az idegenkedést, ami egyébként mi neveltünk beléjük, addig csak a jogeszközeivel küzdhetünk a szegregáció ellen. Küzdenünk pedig kell, függetlenül attól, hogy az önkormányzat, az állam, vagy az egyébként tiszteletnek örvendő egyház szegregál. Én nem teszek különbséget, bárki is szegregáljon, a szerintem világnézeti és vallási hovatartozástól függetlenül törvény sért. Cselekedete akkor is nyilvánvalóan jogerkölcsbe ütközik, azaz immorális, ha jó szándék vezérli, hiszen az irracionális és igaztalan többségi kirekesztést szolgálja ki. Tehát én azt gondolom, és bocsánat, nem akarok senkit ezzel az ügyen megbántani, de a hivatkozása a józanészre, meg a legis imperfectára, ami egyébként szankció nélküli törvényt jelent, az szerintem majdnem olyan, mintha valakikor régen a szocialista törvényesre hivatkoztak, nem volt jogszabály, de ami törvényes, azt úgy kecsen. Hát nem tudom, én bízom abban, hogy a józanész és az igazi ember jó érzés fogja ezt eldönteni, hogy ez az iskola tovább működhet-e, tovább fejlődhet-e. Az ítélethirdetés az már péntek, ez egy hétre, 28-án, vagy 12, vagy 1 órakor lesz. Nem és ez már 100%? Én azt hiszem, hogy ez 100%. Igen, bár a bírónő tette egy olyan megjegyzést, hogyha javítani kellene a határozaton, vagy az indokláson, akkor legyen még idő pénteken. De én szerintem a pénteken ez első fokon, tehát nem jogerősen, ez végleges lesz nekem ez az érzésem. Abban reménykedem, hogy az ítélet az nekünk kedvező lesz, de hát erre nagyon nehéz előleget venni. Nagyon szépen köszönöm.